Mindkét oldalon kiterelik a teherautókat a 38-as főúton, Nyírtelek és Rakamasz között. A rendőrök a megállított sofőrök papírjait és engedélyeit vizsgálják át először, de velük párhuzamosan a katasztrófavédelem munkatársai is végeznek ellenőrzéseket a járműveken. A háromnapos akció keretében a megye számos területén végeznek majd ellenőrzéseket. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervekhez csatlakozva a megyénkben is végrehajtásra kerül a tiszpol ellenőrzés, melynek fő célkitűzése a tehergépkocsik, illetve autóbuszok ellenőrzése. Ezen belül a helyszínen a kollégák ellenőrzik a jármű vezetési és pihenőidejét, illetve hogy a jármű vezetésre képes állapotban van-e, értve ez alatt például az alkoholos ellenőrzést. Másrésztől átvizsgálják a tehergépjárműveket, autóbuszokat, műszaki állapotot ellenőriznek, illetve ellenőrzik a rakományt, illetve a járműen utazó személyeket. A rendőrök a három nap alatt több száz autót, kamiont és buszt is megállítanak, melyeket aztán a társhatósági együttműködés keretében a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőriznek, tette hozzá Vajtó Levente.